Sátoraljaújhely felvidéki városképe az itt élőknek megszokott, ám az ide látogatókat mindig meglepik a szépen rendezett régi épületek. A település képi védelem és szabályozás szempontjából a városban még szigorúbbak a szabályok, mint egy borsodi vagy szabolcsi városban, mert Sátoraljaújhely is része a történelmi borvidék kultúrtáji védelemnek. 27 tokajhegyaljai település tartozik ebbe a speciális szabályozásba, amelyre 2019. decemberében alkottak törvényrendeletet. A rendeletben részletesen foglalkoznak azokkal az előírásokkal, amelyek új ingatlanok építésére vagy régi lakóingatlanok átépítésére vonatkozik. Nem csak a Újhelyben kiemelt világörökségi helyszínre kell gondolni, mint az Ungvári pince, hanem a teljes Sátoraljaújhely közigazgatási területe világörökségi kultúrtáj, világörökségi védettség alatt áll, tehát innentől kezdve szigorúbb szabályozások vonatkoznak a tokajhegyaljai településekre, mint egy általános település építése esetében. Ezt úgy kell érteni, hogy minden új épület építése világörökségi tervtanácsi bírálaton kell, hogy keresztül kerüljön, még az olyan építmények is, amik az építési törvény besorolása alapján nem építési engedély köteles épületek lennének, tehát építési engedély nélkül is építhetőek, de ebben az esetben sem lehet eltekinteni attól, hogy a tervek világörökségi tervtanács által jóváhagyottak és egyeztetettek legyenek. Tehát ezt minden építetőnek tudnia kell, és jóha tudja, hogy mielőtt építési tevékenységbe kezd, nem engedélykötelesben is, ezeken az egyeztetéseken keresztül kell, hogy essen az általa elképzelt terv. Ne csak az ingatlan állapotáról érdeklődjenek a vevők, ha itt szeretnének házat vásárolni, de arról is, hogy milyen településképi szabályok vonatkoznak rá, tanácsolja a főépítész. Erre az a tapasztalata, hogy kevesebb időt fordítanak a vevők, pedig egy felújítás során később biztosan találkoznak majd a szabályzással. Jó, ha tisztában vannak azzal, hogy egy későbbi felújítás során miknek kell tudni megfelelni, mik azok a követelmények, amik szóba jönnek pluszba, mert lehet, hogy az ingatlan, amit kinéztünk és megvásárolni szeretnénk, rendelkezik egy védett kapuzattal, egy védett homlokzati díszítő elemmel vagy bármivel, amit egy későbbi felújítás során nem tüntethetnek el, nem alakíthatnak át, hanem azt az eredeti formájában kell, hogy megtartsuk. Én azt gondolom, hogy egy következetes vásárló, aki végigjárja a közműszolgáltatókat és mindenkit is tájékozódik arról, hogy nincs tartozás az ingatlanon, nincs egyéb dolog, hogyha megteszi azt, hogy a városban is utána néz, hogy milyen előírások vonatkoznak az ő kinézett ingatlanjára, csak jót tesz magának hosszú távon. A település képnek megfelelő felújítási vagy építési szabályokról a főépítész szívesen ad felvilágosítást. Hamarosan külön ügyfélszolgálati időben foglalkozik ezekkel a témákkal, így az ingatlan tulajdonosok a Sátoraljaújhelyi polgármesteri hivatalban adott ügyfélfogadási időben könnyebben elérik kérdéseikkel.